Még egyre jobb formában van az edzőcserét követően a szombathelyi Haladás. A másodosztályban érdekelt zöld-fehér együttes legutóbbi 4 bajnoki mérkőzéséből 3-at megnyert, és az újabb fordulóban is szerették volna begyűjteni a 3 pontot. A Merkantil Bank Liga 14. játéknapján a sereghajtó Dorog csapatát fogadták német Milánék. Alaposan bekezdett a házigazda, amely a 8. percben meg is szerezte a vezetés, miután Rácz a kint álló kapus fölött a hálóba ívelt. Az előny birtokába sem engedte át a kezdeményezést a Haladás, de újabb gólokra a második félidő kezdetéig várni kellett. Ekkor a vendégek örülhettek. Először Stojka volt eredményes 48. percben, aki egyedül okozott megoldhatatlan feladatot a vasi védelem számára. A középpályás távoli kísérletével egalizált, de következett az újabb hideg zuhany. A 60. percben a dorogi csapat fordítani tudott. Kovács egy sarokrúgásra érkezett pontosan, és kapásból Verpec kapujába bombázott. Michal Hip elégedetlen volt a támadók játékával, így pályára küldte Molnár Rajmundot. A csereként beállt fiatal támadó jó választásnak bizonyult, fejjel vette be a vendégek kapuját a 74. percben. Néhány pillanattal később pedig ismét a szombathelyiek álltak nyerésre. A 81. percben ismét Molnár Rajmund volt eredményes, okosan tekert a hosszú sarokba. Sokan már a találkozó végét jelző sípszót várták, amikor váratlanul ismét egyenlített a dolog. A 90. percben Lénárt használta ki a hazai védelem megingását, és közelről vette be a kaput. Nagy offenzívába kezdett a szombathelyi csapat, aminek meg is lett az eredménye. Az utolsó esélyt kihasználva Rácz szabadrúgását, derekas csúsztatta a hálóba, ezzel kialakítva a 4-3-as végeredményt. Sikerével a 7. helyre lépett előre a szombathelyi Haladás, amely legközelebb idegenben szaporíthatja pontjainak számát. Vasárnap a kiesés elől menekülő Békés Csaba lesz a Vasi Gárda ellenfele. A találkozó 13 órakor rendezik a Kórház utcai stadionban.